Üdvözlöm az arcképmás nézőit! Ma Csernicskó Istvánnal fogunk találkozni. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyelvésze, a Pannon Egyetem docense, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője. De milyen is egy nyelvész kutató munkája? Milyenek a motivációi? Tartsanak velünk, és megtudják! Hogy eljussunk a mai naphoz, vagy az esetleg az év történéseihez, egy picit menjünk vissza az emlékek tengerében, és kezdjük csapon a történetet. Milyen családba, milyen közegbe született? A szüleim vasúti tisztviselők voltak. A csapon ez nem volt ritkaság abban az időben. És gyerekkoromban főleg gyerek voltam. Szóval úgy túl sok mindent erről az időszakról nem tudok mondani. Mint minden gyerek élveztem azt, hogy szabadság van, hát néha iskolába is kell menni, de az annyira nem szerettem, viszont nagyon szerettem a lakóhelyünk, a lakásunk közelében lévő parkban, a Tisza töltésén és árterületén mászkálni, meg elveszni ott a nagy növények, meg az árterületi erdő sűrűjében. Sokat olvastam főleg ez az időszak, meg rengeteget fociztam, én azt nagyon szerettem, és főleg ezzel telt el a gyerekkorom. Miket olvasott akkor? Mik voltak akkor divatban, milyen gyerekkönyvek? Vagy nem gyerekkönyvek? Nem csak gyerekkönyvek, mert én igazából minden olvasó voltam. Ez a minden olvasót ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk a népsporttól egészen mondjuk a Verne regényeken át, mondjuk a élet és tudományig szinte minden, ami a kezem ügyébe került, azt megpróbáltam elolvasni. Ma is így vagyok, hogy szinte minden érdekel, és akkoriban is így volt, a népsportból tanultam olvasni, ami azt jelenti, hogy a szüleim rengeteg mindenféle napilapot fizettek elő. Apámnak az volt a szokása, hogy ebéd előtt, amikor mi már leültünk, és ott anyám próbálta tálalni az ételt, akkor ő kihajtotta az újságot, és olvasott. Én meg ott ültem mellette, és akkor nyilván nagyon idegesítő lehetett, hogy én minden betűre megkérdeztem, hogy milyen betű, hogy van ez. És hát a sportolóságot lehetett a legjobban olvasni az ebédnél. És szóval itt tanultam meg olvasni. És aztán meg minden, ami a kezembe ügyébe került, azt gyakorlatilag elolvastam. Valahol mégiscsak így gyökeredzik aztán a magyar nyelv, magyar irodalom iránti szeretet, annyira egyenes volt az út az Ungvári Egyetemre, hiszen ott végeztél a magyar nyelv és irodalom. Igen, Ungváron végeztem az egyetemet, de nem volt ez egyenes vonul, egyenletes mozgás. Inkább elárulok egy olyan titkot, hogy nagyon-nagyon-nagyon kicsin múlt, hogy én gyerekkoromban nem tudom, én sztárfutbolista lettem, hanem aztán az lett belőle, ami lett. Nagyon-nagyon sok közös dolog volt bennem, az akkori mondjuk 80-as évek elejé kisvárosi kisgyerek és a korszak nagy futballsztárjai között, és volt egy nagyon-nagyon pici különbség. A legfőbb közös dolog az volt, hogy ahogyan ők is, én is nagyon szerettem focizni, és a pici-pici különbség az volt, hogy ők tudtak is, én meg nem. És mivel aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy hát világsztár futbolista nem lesz belőlem, valami más érdeklődési kört kellett találni. Azt tudtam, hogy valami olyasmit szeretnék csinálni, ami valami miatt érdekes, nem csak nekem, hanem amiből nincs a környezetemből 20. Amikor befejeztem az iskolát, akkor egy kézenfekvőnek tűnt, hogy hát annyit olvastam életemben, akkor nem tudom, hogy mi legyél, hát legyél, hát legyek mondjuk magyar szakos. És akkor mondtam otthon, akkor a szülők úgy kicsit csodálkoztak, és akkor emlékszem, hogy az egyik nagybátyám az megkérdezte tőlem azt, hogy te miért akarsz olyat tanulni, amit úgyis tudsz? Mondom, ezt hogy érted? Hát magyarul írsz, olvasol, beszélsz, elolvastál sok száz könyvet, mi a felének akarsz te oda menni?
És akkor emlékszem, hogy elgondolkodtam, tényleg miért akarok én oda menni? És akkor arra jutottam, hogy hát talán azért, mert pont ezt szeretem csinálni. Olvasni, ilyen dolgokkal foglalkozni, ezeken a nyelvi, irodalmi dolgokon gondolkodni. Hát ez jó lesz nekem. És akkor így lettem ungvári magyar szakos egyetemista 5 évig. És az ELTE-n doktorált is ugyanezen a szakon. Tehát akkor úgy benne ragadt. Valami történhetett Ungváron is, hogy aztán egyre mélyebben belásta magát a magyar nyelv rejtelmeibe. Bevallom őszintén, hogy én nem igazán szerettem iskolába járni se, meg egyetemre járni se, unatkoztam sokat. Arra is rájöttem, hogy én olvasni kifejezetten szeretem az irodalmat, de hogy azzal foglalkozni, az már nem annyira izgalmas. Hát a nyelvi része a tanulmányaimnak az meg azért untatott, hogy úgy mondjam, hogy kicsit, vagy nem hozott lázba. Mert ez a hagyományos leíró nyelvtan, amit az iskolában is tanítanak a gyerekeknek, hogy mit tudom én, szófajok, meg mondatelemzés, meg ilyenek, az engem nagyon-nagyon nem érdekelt. Viszont másodéves voltam, amikor az ungvári magyar tanszéken dolgozó akkori budapesti vendégtanár Balog Lajos az felvetette, hogy lesz Debrecenben egy nyelvészeti nyári egyetem, és hogy onnan a mi évfolyamunkról 3 hallgató részt vehet. Kifejezetten izgalmasnak tűnt, hogy hát ugye a nyelvészeti, de nyári egyetem, és Debrecenben van, és ez milyen izgalmas. Ráadásul 2 évfolyamtárs lányjal mehettem, akik kifejezetten csinosak voltak, hát mondom, ez nagyon jó lesz nekem. És akkor így elmentem erre a nyári egyetemre, és ezen a nyári egyetemen Debrecenben 2 hét alatt annyi izgalmas és érdekes dolgot hallottam a nyelvről, a nyelv működéséről, a nyelvészetről, hogy ez egész egyszerűen lázba hozott, de tényleg szó szerint lázba hozott, nagyon elkezdett érdekelni. Olyan kérdésekkel foglalkoztak az ottani előadások, hogy hogyan vagyunk képesek egymást félreérteni, befolyásolni a nyelvi viselkedésünk révén, vagy hogy honnan tudjuk megállapítani egy másik emberről néhány perces beszélgetés alapján, nem csak az, hogy milyen nemű, még ha mondjuk telefonon is beszélek vele, arra is tudunk tippelni, hogy milyen korú, de nagy valószínűséggel be tudjuk tájolni, hogy honnan származik, ha jellegzetes nyelvi jegyeket, nyelvjárási jegyeket használ, vagy hogy milyen különbségek vannak mondjuk a különböző társadalmak között abban, hogy hogyan nevelik a gyerekeiket, hiszen a nevelés, a gyermekek úgymond szocializációja az nagy részt nyelvi eszközökkel történik. A nyelv révén válunk nem csak biológiai, hanem társadalmi szempontból is emberré. Ha legegyszerűbbet hadd mondjam, ki az, aki nem hallott olyat a szüleitől kicsi gyerekkorában, hogy köszönj szépen a bácsinak. Vagy ilyen szép kislány nem beszélhet ilyen csúnyán, és hasonlókat. Szóval ilyen dolgokról voltak előadások, ilyen dolgokat hallottam, és olyan dolgokat is, amelyek engem azért érdekeltek különösképpen, mert hiszen Kárpátalján éltem, olyan helyzetben, ahol a magyar mellett jó sok más nyelv is használatos. Aztán kaptunk egy körülbelül 20 kilónyi csomagot, mindenféle könyvet, olvasnivalót, irodalmat, és amikor ezeket hazahoztam és elolvastam, na akkor dőlt el azt szerintem, hogy én nyelvész leszek. Csernicskó István pályája szépen ívelt felfelé. Az egyetem elvégzése után tanítani kezdett. Bátyúban, Szernyén, majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 1998-tól nyelvészeti tanszékvezető helyettes. A LIMES Társadalomkutató Intézet tudományos titkára. 2002-től a Magyar Tudományos Akadémia ukrajnai kutatóállomásának felelős programvezetője. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja. A Pannon Egyetem docense, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője. 5 könyv szerzője vagy társszerzője, 2 kötet szerkesztője, 50-nél több tanulmánya jelent meg hazai, magyarországi vagy nemzetközi folyóiratokban. Több 200 konferencián tartott előadást. Díjai,
a Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások Tudományos Díja, Bolyai Plakett, az Év Kutató Díja, Arany János Díj, Lőrinc Csaba Díj, Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje. Így lettem nyelvész, de nem csupán nyelvész, hanem tanár is és kutató is. Melyik áll a legközelebb? Nem lehet egymástól elválasztani. A felsőoktatásban eleve alapkövetelmény, hogy az ember kutatóként is létezzen, és az a normális, az a jó, hogyha az ember a saját kutatásait bele tudja építeni abba, amit tanít, és éppen ezért nem lehet ezeket a vonalakat elválasztani egymástól, viszont amikor az ember tanít, és jó hallgatói vannak, akkor a hallgatói visszajelzések inspirálnak kutatásokat, inspirálnak olyan kutatói kérdéseket, amelyeket az ember aztán megpróbál megválaszolni a saját kutatásaival. A kutatási terület az a kárpátaljai magyarság kétnyelvűsége, többnyelvűsége és hatásai az életünkre, politikailag, társadalmilag nagyon sokféle téren. Hogyan kezdett bele ebben a hatalmas kutatási terület ez? Eredetileg onnan indult a kutatás, hogy mi az, ami bennünket, kárpátaljai magyarokat, amikor magyarul beszélünk, megkülönböztet mondjuk a magyarországi és a más régiókban élő magyaroktól. Melyek azok a specifikus kárpátaljai nyelvhasználati jegyek? Most ez nagyon egyszerűen hangzik, ezt bárki, aki Kárpátalján él, el tudja mondani, hogy hát mi mondunk olyanokat, hogy paszport, meg bulocska, meg marsutka, hát ezt a mondjuk a magyarországiak, vagy akár az erdélyek nem mondják. Igen, de ezeken túl is vannak olyan nyelvi jegyeink, amelyek megkülönböztetnek bennünket. Például egyetlen más határon túli régióban sincs az ottani magyaroknak úgynevezett apai neve. Nálunk ugye mindenki, mit tudom én, Jánosovics, vagy Gézovna, vagy sorolhatnám ezeket. És ezeket próbáltam az elején összegyűjteni és rendszerezni. Innen indult a dolog, és aztán innen lépett az ember tovább a nyelvi jogok felé például, mert nem elég azt tudni, hogy van itt Kárpátalján a magyaroknak apai neve, hanem az is érdekes, hogy miért van ez. És akkor innen, hogy hol lehet, hol nem lehet magyarul beszélni, miért lehet, vagy miért nem lehet mondjuk itt vagy ott az anyanyelvünket használni. És aztán egy idő után már a kutatási témák azok úgy jöttek, hogy felmerültek társadalmi problémák, amelyekre az ember megpróbált válaszokat keresni. Értelmiségiként járja az utcákat, és találkozik emberekkel, olvassa a sajtót, és szembe jönnek ezek a problémák, amelyeket időnként meg kell vizsgálni. Legalábbis nem tudom miért, de én így érzem. És mi volt a legizgalmasabb kutatási terület? Gondolom a kezdetekkor biztos úgy zajlott, hogy kiment terepre, és akkor ott találkozott Józsi bácsival, Iluska nénivel, és akkor ők meséltek valamit. Vagy hogy működik egy kutatás? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sokféle kutatási módszert használok. Használtam már az évek során, és használok most is. Ez azt jelenti, hogy a kutatásnak mindig van olyan része, minden kutatásnak, amikor az ember könyvtárban ül, olvassa a szakirodalmat, megnézi azt, hogy mások mit írtak erről, stb. Ezt szintetizálja, összeállít magának belőle egy képet, hogy akkor most mi a helyzet, és ehhez képest mi hol állunk a nagy egészhez viszonyítva. De persze vannak olyan kutatási fázisok is, amikor az ember kimegy, és mondjuk kérdőíveket töltet ki, interjúkat készít, vagyis húsvér emberek élő nyelvhasználatát gyűjti, és aztán azt elemzi különféle számítógépes programok, meg mindenféle elemzési technikát segítségével. Ma már sajnos egyre ritkábban van arra időm, hogy én menjek ki, közvetlenül kérdőívet kitöltetni, vagy én menjek ki közvetlenül mondjuk diktafonos interjút készíteni egy adatközlővel. Általában én már a kész adatokat szoktam megkapni, de amikor kezdtem, az nagyon izgalmas volt találkozni emberekkel, beszélgetni velük, megismerni azokat az embereket, akiket vizsgálsz, akiket kutatsz. Enélkül nem megy, ha az ember ezeket az embereket nem ismeri, ha az ember nem kóstol bele a kutatómunkának ebbe a terepmunka részébe, akkor nagyon nehéz reálisan szemlélni azt a hatalmas adatsort, ami neked aztán a kezed ügyébe kerül, és abból mindenféle következtetéseket levonni. Mindig az adatok mögött, a számok mögött ott vannak azok az emberek, akiktől ezek az adatok származnak. Ez a fajta kutatás és az a fajta anyag, ami ilyenkor felgyúl, és rengeteg
konferenciára jár, előad, több publikáció van, szakkönyvek, könyvek. Van olyan is, ami a nagy közönségnek készült angol nyelven. Az miért volt fontos ez ennek a könyvnek a megírása? Én abban a kutatói paradigmában hiszek, ami arról szól, hogy nekem van egy csomó privilégiumom, tulajdonképpen az, hogy én azért kapok fizetést, hogy kutassak, az rám kötelezettségeket is ró. Illik visszaadni valamit annak a közösségnek, amelytől végül is te azt kapod, hogy téged eltart, úgymond az a közösség, amelynek kutatója vagy. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nem elég az, hogyha egy kutató az akadémiai szférában halad szépen előre, és akkor vannak meg nemzetközi publikációi, meg elmegy szakkonferenciára. Én fontosnak tartom azt is, hogy egyrészt az oktatás révén a diákok felé eljuttassak abból a tudásból, amit megszerzett az ember bizonyos dolgokat, másrészt viszont fontosnak tartom azt is, hogy valamit az emberek nyilván nem érthető formában, nyilván, hogy úgy mondjam, közérthető nyelven visszakapjanak abból, amit az ember összegyűjtött. Tehát, hogy tudják azt, hogy jé, tényleg így beszélünk magyarul, és ez milyen érdekes, és akkor máshol is van ilyen. Számomra az is izgalmas kérdés, hogy ne csak a tudományos közéletben, ne csak a kollégák felé juttasson az ember valami információkat arról, amit kutatott, hanem az embereknek, a hallgatóknak, meg azoknak, akik jobbá tudják tenni esetleg a mi életünket azzal, hogy a politikai érdekvédelemben segítenek megvédeni a jogainkat, vagy éppen szélesebb jogokat kivívni számunkra. A nyelvhasználatunk ugye nagyban segíti és megőrzi az identitástudatunkat is. Ez hogyan alakult mostanság itt Kárpátalján? Sok olyan közösség van szerte a világban, de Ukrajnán belül is, amelynél nem igaz az, amit mi szállóigeként gyakran mondunk, hogy a nyelvében él a nemzet. Gondoljunk arra, hogy nincs belga nyelv, nincs amerikai nyelv, és sorolhatnám, de vannak ilyen nemzetek, de alapjában véve a nyelv, a magyar nyelv és a magyar identitás nagyon szorosan összetartozik. Éppen ezért az egyik olyan kutatási eredmény, amit szerintem itt a kárpátaljai magyar közösséget vizsgálva találtunk, a magyar nyelvet és a magyar identitást az anyanyelven oktató iskola erősen támogatja. Az, aki magyar nyelven tanult Kárpátalján, szinte biztos, hogy továbbadja a magyar nyelvet a következő generáció és a saját gyerekei számára, még esetleg akkor is, hogyha vegyes házasságban él. Azok körében viszont, akik nem magyar iskolába jártak, a nagy statisztikai adatok alapján arra következtethetünk, hogy körükben 45-50% azoknak az aránya, akik a saját gyerekeiket már nem magyarként szocializálják. Ez egy olyan kutatási eredmény, amely mutatja azt, hogy miért küzdünk mi a magyar nyelvű oktatás megtartásáért, például a 2017-es oktatási törvény, vagy a 2019-es államnyelvi törvény vonatkozásában. Ha azt akarjuk, hogy 50 vagy 100 év múlva is legyenek emberek itt Kárpátalján, akik magyarul beszélnek, ahhoz szükség van a magyar iskolára, mert ez nagyon támogatja a nyelvnek és az identitásnak is a megtartását. Jönnek az elismerések, jönnek a kinevezések, ezek a hozadékai annak a munkának, amit csinál, vagy személyiség jegyeknek köszönhető azt, hogy maximálisan szeretné csinálni az önre bízott feladatot? Nagyon inspiráló, megerősítő, amikor az ember munkáját elismerik. De ezek nem tartoznak úgy bele az ember, hát hogy mondjam, hétköznapjaiba, hogy ettől más lesz. Jó, átvettél ma valamit, vagy kineveztek tegnap valahová, de holnap ugyanúgy fogsz felkelni, és ugyanazt fogod csinálni. De ez nem az lesz, hogy holnap akkor magasabb leszek, szebb leszek, okosabb leszek. Amikor az ember használja
azokat a díszeket, amelyeket ráaggattak, az nem a szakmában van, tehát soha nem a tudományban. A tudományban szinte mindenki doktor, professzor és nem tudom micsoda, ott ez nem számít. Ott az számít, hogy mit mondasz, hogyan mondod, és a vitákban hogyan tudsz reagálni a másik érveire, tudsz-e érvelni, és meg tudod-e védeni az igazadat, vagy tudsz-e olyat mondani, ami felkelte az érdeklődést. A politikummal való beszélgetésekben, párbeszédben, levelezésekben számít az, hogy te nem egy ilyen futóbolond vagy az utcáról, hanem vannak mindenféle papírjaid arról, hogy te értesz is ahhoz, amiről beszélsz. És szándékosan nem használja a neve előtt a doktor? Soha nem használ, nem. Miért használnám? Hát nem. És akkor hogyan néz ki egy hétköznap? Hogyan képzeljük el egy kutató, tanár, nyelvész hétköznapját? Hát, hogy milyen egy kutató, hogy nyelvész és tanár hétköznapja, azt nem tudom, én csak a sajátomra tudok beszélni. Rendszerint fél hét és hét között szoktam kelni. Akkor felkelek, akkor az egyik első dolgom az, hogy átnézem a sajtót neten. Mik a hírek? Ebben nem csak a klasszikus hírek vannak benne, hogy mi történt a nagyvilágban. Megnézem azt a néhány magyar nyelvűt, a néhány ukrán nyelvűt és néhány angol nyelvűt, hogy az ember úgy mindenféle dologról tájékozódjon. Gyors reggeli, és aztán általában bejövök a főiskolára. És itt aztán a napnak egy jelentős része ilyen kutatás szervezési, meg milyen adminisztratív feladatok azok, amelyeket az ember ellát, meg kapcsolattartás, jön a kolléga, hogy elakadt itt, jön a másik, hogy be kell adni ezt a pályázatot, a harmadik, hogy el kell számolni, a negyedik, hogy nem tudom, jönnek a hallgatók, hogy szakdolgozat, szóval ilyesmi dolgokkal foglalkozik az ember. A délutáni órák azok, amikor tudsz azzal foglalkozni, tudok azzal foglalkozni, hogy szakirodalmat olvasok, vagy kimegyek terepre, vagy beülök egy olyan helyre, ahol mondjuk egy könyvtárba, ahol olyan szakirodalmat tudok olvasni, ami az itthon nem tudok hozzáférni. Ezt, amikor hazamegyek, úgy folytatom, hogy otthon meg általában pihenésképpen vagy sportközvetítést nézek, vagy szép irodalmat olvasok. Tehát ez az, ami kikapcsol. Igen. És mi az, ami még ön előtt van? Mi az, ami még érdekli? Mi az új? Ha most valamilyen csoda folytán, azt mondanák, hogy itt van egy 50 fős kutatóintézet, és van 49 kutató beosztottad, akkor én mindegyiket el tudnám látni feladattal. Annyi minden dolog érdekelne engem. Mi van még előttem? Sok minden kutatói kérdés foglalkoztat, amelyekhez nem tudok hozzákezdeni azért, mert elviszi az időmet és energiámat az, hogy az ukrán nyelvpolitikának a ránk nehezedő nyomásával kapcsolatos dolgokkal foglalkoznak. Viszont ami érdekel és amit csinálok is rendszeresen, az az, hogy nagyon szeretek elmenni, én szeretek itthon élni, szeretek itthon lenni, de nagyon szeretek elmenni néhány napra, néhány hétre a világ, mit tudom én, milyen különböző tájaira, és éppen ezért minden lehetőséget megragadok, hogy el tudjak utazni ide-oda-amoda, és még nem jutottam el mindenhova. 39 országban jártam, de hát ez még nem az egész világ. Tehát még úgy van hova menni. Oda elmegyek, ott megnézem, hogy mi működik, mi nem működik, mit lehet ebből hazahozni, mit lehet itthon működtetni. Rendszerint úgy megyek, hogy nem csak klasszikus turistaként, hogy megnézem a nevezetességeket, hanem megnézek egyetemeket, iskolákat. Hogy működik ott az oktatás, hogy működik ott a kutatás. Megismerkedek emberekkel, és ebből, amikor az ember hazajön, akkor is lehet lendületet meríteni, amikor rossz az út, amikor, mit tudom én, csúnya idő van, akkor ebből lehet építkezni, és akkor mindig lehet vágyni valahova. Utazni utálok, ott lenni szeretek. Volt egy jó pár évvel ezelőtt egy mondása. Úgy volt az, hogy az optimista ember bízik abban, hogy a körülöttünk lévő világban minden úgy van jól, ahogy van, a pessimista pedig ettől retteg. Igen. Változott valami az évek alatt? Mindig adott egy helyzet, de soha nem statikus és mozdulatlan semmi. Mindig mozog. És engem még kutatót mindig ezek a mozgások érdekelnek. Ha valami hosszú ideje úgy tűnik nekem, hogy áll, az gyanús.
Ez a kutatói attitűd, azt hiszem, hogy mindenkiben ott van. Viszont a pesszimizmusom és optimizmusom ilyen való viszonya egymáshoz, ez változatlan. Változatlan az, hogy mindig abban bízom, hogy nem fog bekövetkezni az a rossz, amit egyébként úgy feltételezek. Jó, maradjunk egyébben, ne következzen be az a rossz, amiben feltételezik. Hát azért dolgozunk időnként, hogy ne következzék be például az, hogy sorolhatnék most egy csomó dolgot. Igen. Köszönöm szépen. A mai adásban Csernicskó István tanár, nyelvész, kutató volt a vendégünk. A kárpátaljai magyarság nyelvhasználatának kutatásával és anyanyelvének megőrzésével, fejlesztésével kapcsolatban kifejtett munkájáért mindannyian hálásak lehetünk. Várjuk Önöket a legközelebb is. A viszontlátásra!